Az indiaiak 9 színre osztják a spektrumot, és annak összefoglaló neve úgy hangzik: Navrang. Kecskeméten is ismert az a három fiatalemberből álló zenei társulat, a Navrang, amelynek zenéjére is oly jellemző a nevükben hordozott sokszínűség. Koncertjükön számos hangszert szólaltatnak meg, a doromtól a kavalon át a tabláig. Az utolsó fellépésükön, ahol valóban megszólalt az udvar, ott volt Vörös Olivia szerkesztő és Badacsonyi Enn Zoltán operatőr is. Az anyag montírozását Karádi Anna Mária végezte. Áradó és simogató, szaggató és bátorító, ritmusos és hangulatos, lágy és keretek között tartott az a fajta zene, amellyel a Navrang formáció az ifjúsági otthon muzsikáló udvarán múlt héten csütörtökön a Világzene fogságába ejtette a megjelenteket. A Navrang együttes mi általunk elektronikus etnojazznek nevezett műfajt játszik, ami nem nyert még teljes elfogadást, úgyhogy elektronikus világzenének szoktuk inkább behatárolni. A zenekar neve is a világzenével van összhangban. Egy hotelnek a neve, ahol a világ minden tájáról összesereglő fiatalok játsszák a tulajdonképpen világzenéjüket, mindenki hoz egy kicsit a sajátjából, és azt ott egy ilyen egy eleggyé ötvözik. Oszti, Áron és Barni már 1998 óta együtt alakítják, formálják a navrangos hangzást. A világ különböző részeiről táplálkozik a muzsikánk, és az egészet egy ilyen elektronikus zenei alap és hangok, hangulatok határozzák meg. Mi nem nyilvánítunk meg konkrét zenei hagyományokat a zenénkben, hanem amit mi magunk úgy érzünk, hogy átadásra érdemes, azt keverjük elektronikus hangzással. Az én szerepem a Navrangban tulajdonképpen a zene olyan szintű megformálása, hogy a keleti különleges hangok, a keleti hangszerek, amiket Áron világ különböző tájairól behozott és használunk a zenében, illetve az elektronikus hangszereket úgy összehozni, úgy egységé kovácsolni, hogy egy különleges navrangos életérzés jön át a zenéből. Otthon stúdiómban hozom létre a zenét. Először elképzelem, hogy mégis milyen hangulatú nótát gondolunk, megbeszéljük a csapattal, vagy sokszor egymagam belőlem árad ez az érzés, és akkor kitalálom, hogy melyik hangszer mégis mit játszon, feljátszom otthon zongora segítségével, különböző szemplerek és egyéb kütyük, kellékek segítségével a külön a sávokat, hogy halljam, hogy fog ez élőben igazán hangozni, majd pedig köré építem a zenét. A koncerten felléptek olyan fiatal angol és amerikai zenészbarátok is, akiket Dublinban vándorolva ismert meg Áron. Szőnyeget akart venni, és a bolt iránt érdeklődve kiderült, hogy a zene minden szónál kifejezőbb, és a Corky Jazz Fesztiválra már együtt utazva barátkoztak össze ezelőtt 3 évvel. Mindketten képzett zenészek, akik az anyateljel szívták magukba a zenei alapokat. A mai koncert különlegessége, hogy a Navrang hagyományos felállása mellett vendégzenészek is fognak zenélni, így Londonból Nick Rhodes szaxofonista fog velünk játszani, az Egyesült Államokból Elizabeth Draper nagybőgős, valamint Majoros Gyula az Uzgi Nüver zenekarból is fog nálunk vendégszerepelni. My mother is a jazz piano player. Az édesanyám egy big band vezetője és jazz zongoristája. 3 évesen már ott voltam a próbákon, és megtetszett a szaxofon, ami mindig legelő volt és szépen csillogott. 6 évesen kezdtem el szaxofonozni, 9 évesen pedig már a big band tagja voltam. 6 évvel ezelőtt kezdtem a nagybőgővel ismerkedni, előtte hegedültem egy nagy zenekarban. Az édesapám, aki szintén zenész, nem engedte, hogy felhagyjak azzal, hogy zenekarban játszak, így bár a kettővonos teljesen más hangzású, folytatom a zenélést. Majoros Gyula egy szám erejéig sajátos hangzású egyedi hangszert szólaltatott meg. Röviden ennyi volt a hangja. Ez egy saját fejlesztésű kis klarinét, ez még az első prototípus. Ez fából lesz majd leesztergálva, és annyi az újítás benne, hogy itt az oldalán látható egy ilyen kis membrán, és tulajdonképpen a keresztül fújt levegő egy kicsit megzizegtet, és akkor ettől ad egy ilyen kis zümmögő hangot a klarinét hang mellé.
Aki ott volt, az biztosan magával vitt egy dallamot vagy egy hangszernek a hangját, vagy csak a képeket, amelyekhez áradt a zene.